pár ember megbüntettek. Sziasztok srácok, én Marca vagyok, és üdvözöllek titeket itt egy újabb videóban, és hát hogyha megint néztek, akkor ott láthatok szép kocsikat, van egy M850-ink, a 370Z, egy AMG GT, ott áll még egy fekete M4, illetve van még egy Nissan GTR-ünk is. Most indulunk majd Siófokra, találkozunk Andyvel, aki jön a McLarennel, illetve még összeszedünk majd ott elvileg a Balaton körül pár embert, mert sokan vannak Füreden, stb. Úgyhogy ez lesz a mai terv, kajálunk egyet Siófokon, fotózunk, videózunk, úgyhogy nagyon király lesz, de szerintem induljunk is, mert már eléggé késésben vagyunk. Csak szerencsére kilométeres dugó van, tehát hogy kérvényezni fogom, hogy egysávos legyen inkább az autópálya. Közben nem tudom mennyire látjátok, ott jönnek mögöttünk a Rikiék az M850-ével. Srácok, ez borzasztó, ide minimum 5 sáv kéne, hogy normálisan lehessen közlekedni, de természetesen nem lesz. Ilyen soha nem lesz, hogy itt több sáv lesz kettőnél szerintem, de ez van. Megérkeztünk ide a Balatonra, AMG GT, csattogós M4, egy gyönyörű szép GTR ebben a nagyon ritka színben, meg hát ez a felni, ez brutál, nagyon gyönyörűen egyben van az egész, ez azért így elég vagány. Illetve egy M850-e, amit már láthattatok, plusz én az Z-vel, az Andyt még várjuk a McLarennel, meg jön még egy Nissan GTR, meg a Valentin, meg... Hát azért még így leszünk egy páran, viszont most kajálunk egyet, és aztán szerintem indulunk Füredre a túlpartra. Srácok, közben a Valentin is megérkezett, meg a Andy a McLarennel, majd még megmutogatom részletesebben a kocsikat. De hát gyönyörű. Megindulunk a Balaton világosi kilátóba, jött még ott egy Nismo GTR, úgyhogy vagyunk egy pár kocsival. Ott fogunk lőni képeket, mert az Andy csinált egyébként egy fotós instát is, itt be tudjátok követni a nevét. Elég komoly kocsikról rak ki ugye Németországból a képeket. Aztán igazából indulunk. Srácok, megálltunk itt fotózni így a Balatonnál. Ugye a McLaren az nem sokat van itthon Magyarországon, úgyhogy tök jó lesznek képek a Balatonon. Ez az AMG GT, gyönyörű. Úgyhogy ugye megtévesztő, mert van rajta egy szárny, ami egy ilyen nagyon fullos extra valami Shadow Line Pack vagy micsoda, és azt hiszi mindenki, hogy egy AMG GT-er. Te vagy a sztár. Én vagyok. Tudjuk. Hol a Gucci sapkád? Már itt az egyik itt lakó hisztizik, hogy az egész utat elálltuk, hát őszintén valahol jó képeket kell csinálni. De ez a McLaren, ez teljesen el vagyok ájulva, ez annyira gyönyörű. Én nagyon lambós vagyok, tudjátok, de ha ez a kocsi ott lenne, hogy vagy ez, vagy egy Lambó, akkor hát lehet ezt választanám. Ugye nem láttátok még a videót, nézzétek meg, de ugye a McLaren Senna ülések vannak benne. Mindenképpen nézzétek meg, ott van a leírásban. Srácok, egyébként ez az egyik leggyönyörűbb fotós helyszín, innen tök jól látszik a kocsik mögött a Balaton. Á, brutális, gyönyörű, szép és tök jó időnk is van. Hát úgyis a kocsikra vagytok kíváncsiak, úgyhogy majd megmutogatjuk a hangját, meg ilyesmit, mert az az igazi. Közben mögöttem a GTR. Hát gyerekek, óriási sztori, jövünk itt Balatonfüredre, és a McLaren meg egy M4 ugye lemaradtak. Beszéltünk, hogy jó, majd Füreden találkozunk, és jövünk be itt, itt van közben az M4 is, jövünk itt Füred fele, és nézem, 6 rendőr áll a McLaren körül az út szélén, na mondom,
egy, hogy kerültek elénk, úgyhogy mögöttünk voltak. A másik meg, hogy miért pont őt állították meg a rendőrök, úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy ha megállunk, akkor a mit mond az Andy, hogy miért állították meg a rendőrök, de remélem, hogy csak azért, mert hogy szép, drága autó, és meg akarták nézni, de hát kíváncsi leszek. Na, megvan, mi történt. A M4-et is, meg a McLarent is megállították a rendőrök azért, hogy megnézzék a kocsikat, és konkrétan még le is zárták az utat, megállították a forgalmat, hogy elrúgják mind a ketten, úgyhogy nagyon nagy királyok azok a rendőrök. Óriási, tényleg, tehát, hogy olyan jó hangulat van itt ilyenkor nyáron, mert mindenki szereti ezeket a rohadt jó kocsikat, amik lejönnek. Jaj, de jó. Srácok, GTR, mert imádjátok. Ez ugye már az új GTR, itt már a váltófülek a kormányon vannak. Belül is azért egy picikét szebb. Hát igen, azért a GTR-nek megvan az a jellegzetes, ugye a 3R, az a legbetegebb módja. Úgyhogy... Láj, de jó hangja van. Kicsit megnyomkodhatom, azt mondták. És egyébként van egy ilyen mód, amit... Na, inkább nem nyomkodom meg, mert nem az én kocsim, de... Elvileg a kipufogót lehet kapcsolgatni, de jó kis kocsi, ugye itt mindenfélét kiír. Hát GTR-ről már volt videó, bár ez a faceliftes, ez már azért egy picit más, látszik modernebb, szebb, a váltófülek is jobb, vagányabbak azért, de hát nagyon jó kis autó, meg ez a szín, ez valami brutál. Na mi van, Valentin? Semmi. Ott hagyod? Visszaadjam a csinálatot. Add már neki vissza időbe. Add vissza neki. Mondok, hogy ti is kaptatok? Ti kaptatok? Sziasztok! Srácok, egy pár embert megbüntettek a rendőrök. Amúgy az nem az enyém, csak a kék GTR a Szlovákiából jött. Ezt megkért, hogy fizessen már be én. Odaadta a pénzt, úgyhogy most nekem is van egy felszólításom, srácok. Páran elmentek, viszont csatlakozott egy ABT RS5, ami azért elég betegen néz ki. Úgyhogy srácok, sajnos a csapatos része a videónak elmaradt, ugyanis hatalmas a forgalom, meg ugye az autópályán is ilyen 50-nel mentünk, úgyhogy ez majd legközelebb, viszont legalább láthatok szép autókat, most még fotózgatunk, azt majd az Instagramon itt meg tudjátok nézni ezeket a képeket. Srácok, vége a napnak, megérkeztünk a Kompalitta Siófokra, már csak 3 kocsival vagyunk, mindenki megy haza. Ez a videó ennyi lett volna most, nem egy túl nagy csapatás volt, mert nagy volt mindenhol a dugó, de azért legalább láttatok szép autókat, és biztos, hogy most már sokkal többet fogok videózni. Találkozunk legközelebb, sziasztok!